2019. október 13-ára tűzték ki Magyarországon az önkormányzati választásokat. A Fidesz-KDNP paksi szervezete bejelentette jelöltjeit, akik polgári foglalkozásukat tekintve szinte minden területről érkeztek a csapatba. Én azt gondolom, hogy egy olyan csapat állt össze, amelynek minden tagja elkötelezett a város iránt, illetve tudásával, felkészültségével abszolút tudja szolgálni majd a választókerületben élőknek az igényeit. A paksi Fidesz-KDNP képviselőjelöltje az egyes körzetben Pálmai Klára, nyugalmazott iskolaigazgató, aki kezdeményezője volt a paksi katolikus iskola létrehozásának. A kettes körzetben Ulbert Sándor már évek óta szolgálja a lakók érdekeit. A hármas körzetben Ritter Zoltán vállalkozó, a négyes körzetben Müller Attila, a paksi atomerőmű ZRT mérnöke, az ötös körzetben Kovács István, a Paks 2 beruházás szakértője, a hatos körzetben Antoni Józsefné iskolaigazgató, a hetes körzetben Leber Ferenc, a Paks 2 beruházás igazgatója, a nyolcas körzetben Spisz József külső település részi képviselő indul a választásokon. A következő 5 év polgármesteri székéért Szabó Péter jelenlegi városvezető indul. A jelöltek és a jelölő szervezetek augusztus 24-től vehetik át az ajánló éveket a helyi választási irodában. Ettől a naptól indul a 2019 évi helyhatósági választás kampány időszaka. Pakson 2019-ben is 8 egyéni körzetben választanak önkormányzati képviselőket, és 3 listás helyről döntenek voksaikkal a szavazók.